Sziasztok, köszöntelek benneteket! A következő napokban egyre kisebb valószínűséggel fordulhat elő olyan komoly zivatar, amelyből több is kitört az országban az elmúlt napok során, ugyanakkor nem lesz teljesen száraz időjárásunk, de minden esetre a középső megyékben főként stabilabb lesz a légkör, cserébe több szelet kapunk, és úgy néz ki, hogy a két hétvégi nap közül a szombat lesz a kedvezőbb időjárás szempontjából. Nézzünk meg most egy műholdkép animációt, tehát ez nem előrejelzés. Ezen azt láthatjuk, hogy a Kárpát-medence időjárását még mindig egy hideg csepp alakítja, ennek hatására alakulnak ki a zivatarfelhők főként a délutáni órákban, de ennek a hideg cseppnek a középpontja eddig ugye felettünk volt, a következő napokban viszont fokozatosan elmozdul majd keleti-észak-keleti irányba, és nálunk határozottabb észak-nyugati áramlás lesz tapasztalható, ennek köszönhetjük majd az egyre erősödő szelet. Nézzük meg animáción, hogy mire számíthatunk holnap estig, éjfélig. A következő órákban és az éjszaka első felében a Dunától keletre még lesznek záporok, zivatarok majd lecsengenek, és inkább délnyugaton fordulhat elő hajnalig néhány záporeső, esetleg zivatar. Majd szünet után, holnap napközben az ország északi, északkeleti harmadán felén lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, és elszór jelleggel ismét kialakulhatnak záporok, esetleg egy-egy intenzívebb zivatar, valamint délnyugaton is képződhet néhány magasabb gomoly felhő, amely esetleg egy-egy helyen kisebb záport, ne adj Isten, zivatart ad, de a legkevesebb felhő, legtöbb napsütés a középső országrészben várható. Számszerűsítve a dolgokat, azt láthatjuk, hogy az éjszakai órákban általában 14-15 fok köré csökken a hőmérséklet, és ami nem látszik a térképen, a középső megyékben fúj majd élénk északnyugati szél. Holnap napközben pedig a leghűvösebb része az országnak az északkeleti megyék térsége lesz, itt marad a hőmérséklet 20 fok közelében, itt képződik tehát a legtöbb gomoly. Délnyugaton is lesznek ugyan gomolyok, ahogy említettem, de a hőmérséklet itt elérheti a 25, sőt 26 fokot. És a kellemetlenebb része az időjárásnak mindenképpen az erős északnyugati szél lesz, amely nagyjából a Moson-Magyaróvár, Békéscsaba városok közötti széles sávban fog leggyakrabban megerősödni, de még a legerősebb lökések sebessége sem éri el a viharos fokozatot. Nem így szombaton, akkor ez a sáv egy picit nyugatabbra tolódik, de akkor már megjelennek főként a Kisalföldön és a főváros tágabb környékén a viharos lökések is, és vasárnap a Dunántúlon számíthatunk nagyon szeles időre, akkor arrafelé gyakran viharossá fokozódhat, különösen a Balaton és a Bakony térségében az északi-északnyugati szél. Nézzük, hogy időképet, illetve az időjárás jellegét tekintve milyen idő vár ránk a hétvégén. Nos, szombaton a péntekihez teljesen hasonló, tehát északkeleten lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés, néhány záporral, zivatarral, de délnyugaton sem lehet kizárni a csapadék létrejöttét. Vasárnap viszont észak felől réteges felhőzet érkezik hozzánk, ezért egyre jobban beborul az ég, és sok helyen várható eső, és ahogy említettem, a Dunántúlon viharos északi-északnyugati szél, a hőmérséklet mindössze 20 fok körül alakul. És hát finoman fogalmazva, a három hétvégi nap közül a hétfőn számíthatunk a legkellemesebb időre, hiszen akkor már felszakadozik a felhőzet, igaz, még lehetnek záporok, zivatarok, de a hőmérséklet ismét emelkedésnek indul. Ezen hírekkel megköszönöm a figyelmeteket, továbbra is keressetek minket elérhetőségeinken. Mindenkinek további szép napot kívánok, sziasztok!